Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hadd kezdjem egy nagyon fontos kérdéssel, hogy neked hány Disney spólód van ilyen? Mikiegér, Egér, Donald, Kacsa, azt hiszem Goofy a kutya, de nem vagyok benne a biztos a nevében. Igen, hát nem sok, talán egy hat vagy hét vagy nyolc darab valami ilyesmi, és csak a rendelőben használom, tehát hétköznapokban nem veszek fel ilyet, és egyébként ez is csak nem rég óta van. Az egész ugye onnan indult, hogy a járvány miatt eredetileg sima ruhában voltam a rendelőben, a járvány miatt azért a higiéniát mégiscsak úgy fokozni kellett, még emberek megrökönyödtek volna, pedig nem az öltözetemen múlik, de akkor átlátottam fehérre, amit nagyon nem szeretek, mert a gyerekek ugye utálják, és egy kedves gyermeksebésző barátomtól loptam igazából az, az ötletet, vagy hát ő ajánlotta, hogy ilyen különböző mintás, Disney figurás, orvosi felsőket vegyek, elmentem hozzá, fölpróbáltam, és akkor onnan jött az ötlet. De akkor Különnyi már had, had darab ugyanolyan? nem hat darab vagy hét darab különböző mindenféle Miki Egeres, szuperhősös, bosszúállós, pókemberes, úgyhogy nagyon szeretik egyébként a gyerekek. Ez jó hangulattól függ, hogy éppen a bosszúállósat veszed föl, vagy a Miki Egereset, de azért is kérdeztem, mert egy gyerekorvosnál szerintem az is egy adekvát kérdés egyébként, hogy a mesékkel hogy áll, és nagyon kíváncsi hogy te hogy állsz velük. Tehát mondjuk azt, hogy Disney figurák vannak, ugye most elmesélted, hogy véletlen, de hogy vagy a mesékkel? Magyar népmesék, vagy Disney, vagy a kettő között valami, ami mondjuk a szívedhez közel áll? Én, a, én azt gondolom, hogy mind a kettő, én alkalmazkodom a, a trendekhez, van egy, ugye úgy alakítottam ki a rendelőmet, hogy nem csak nekem van egy monitor, hanem ugye a szülők felé is fordítva egy, amin a szülőknek szoktam magyarázni, vagy mesét indítok el. Tehát, hogyha fokozódik a nemzetközi helyzet, akkor ott van Betáraz vagy bogyó és babóca, de egyébként a YouTube. Tehát alkalmazkodni szoktam, és megszoktam kérdezni az adott gyereket, vagy a szülőt, hogy mit szeretne a gyerek hallgatni, mire nyugszik meg, és hát a leg. A emlékezetesebb és legmeglepő pillanat az volt, amikor azt mondta az anya kicsit így szégyenkezően, mosolyogva, hogy hát Kozsótól a, a szamurályos számot kéri, mert hogy csak arra nyugszik meg a gyerek, és nem akartam elhinni, és bekapcsoltam, és tényleg a másfél éves pelusos gyerek elkezdte Kozsóra rázni a fenekét, ahogy meghallott ezt, és tényleg megnyugodott rá. És te ilyenkor mit szólt? Teljesen oké? Okay? Hát, ezen én is nevettem, tehát beraktam persze, ilyennel nem találkoztam még, de nekem teljesen mindegy, hogy mit rakok be, a lényeg, hogy a gyerek az, az jól érezze magát. És ha egy picit személyesebben kérdezem, hogy neked van-e olyan gyerekkori meséd, ami nagyon a fejedben maradt, és sokáig vitted magaddal? Hát sokféle, sokféle van. Nyilván van, mindenkinek gyerekként van egy kedvence, például sokaknak ugye a Dragon Ball, ami ott volt. Az gyerek, a te generációd, a te generációd. Igen, de. a mi generációnk lázadása volt, hiszen akkor is ugye mennyit tiltakoztak a szülők ellen, és talán be is tiltották, vagy volt valami ilyesmi, de azt gondolom, hogy sokféle van. úgy nem szoktam ezen különösen morfondírozni. Tudod, mert hogy nagy családból jössz, és akkor például a népmességben ott mindig vannak nagy családok, és akkor a legkisebb fiúnak mindig valahogy nagyon felviszi az Isten a dolgát, nem? Hát igen, igen. Van előnye, van hátránya is. Tehát, hogy édesanyám fogalmazott, hogy gyakorlatilag a legidősebb testvéremet, a legidősebb bátyámat még elvitték a város másik sarkába korcsolyázni, tanulni és hát azért az is egy normális reakció, hogy ahogy lesz az embernek egyre több gyereke, és mi ugye öten vagyunk testvérek, az ötödiknél már azért ilyen ínyenségekbe kevésbé győznek energiát fektetni, Én azt gondolom, hogy egy normális és általános dolog. Még egyet hadd kérdezek, amilyen gyerekeknek szóló és látványos, aztán majd olyan lényegtelen kérdések is szóba kerülnek, mint mondjuk a hálapénz, de hogy mindig lóg a nyakadban. Hát most egy utánalastam krokodil, de én gekkónak néztem egyébként. A lényeg az, hogy egy hüllő, mondjuk legyen krokodil, és egyébként az emblémádon is ott lóg a doki nyakában a krokodil. Ez, ez, ez biztos, hogy a te személyes választásod, hogy legyen krokodil. Érted, miért nem bubó doktor, vagy nem tudom? Igen, hát megmondom őszintén, ezt emlékeim szerint édesanyámtól kaptam, ezt, ezt a figurát, úgyhogy nem volt ilyen tudatos választás, és egyébként a mai napig nem tudom megfejteni, hogy az a, a plusz állat az micsoda, hogy az most gyík vagy krokodil. Igazából azért most nyugdíjba ment, tehát most csak, ha valami bejelentkezés van, akkor veszem fel, de a járvány miatt nem ezzel vizsgálok már, tehát ott lóg a falon, ott nézhetik. Igen, láttam, hogy lóg a falon. Igen, de gyakorlatilag most már, hogy a falon lóg, nyugdíjban van, tehát anélkül azt mert nem fér be a fertőtlenítő Képzeld, de hogy én elkezdtem utána nézni, hogy a krokodil az tulajdonképpen, ha a szimbolikáját nézzük így történetileg, akkor micsoda, és nagyon érdekes, hogyha ősi jelképként értelmezzük, akkor azoknak ajánlják, akik küzdenek a mindennapi csatáikkal, és arra jó, hogy önbizalmat növeljen. Na most ez a te esetedre iszonyatosan jól passzol, hogy mindennapi küzdelmeid vannak, oké, hogy az áltudományosság az, és egy mindennapi küzdelem, és egy krokodil van a nyakadban. Hát igen, véletlen egybeesés. Ugye az elején kérdezted, hogy milyen Disney figurák vannak, vagy miért választottam milyen pólókat, vagy mikor mit veszek fel, és miért a krokodil, Hát erre egyszerű válaszom van. Mi férfiak nem vagyunk ennyire tudatosak öltözködés terén, és ne gondoljanak ennyire sokat rólunk. Mi azt gondolom, hogy egyszerűbb teremtések vagyunk, és az én részemről sem volt ebbe semmiféle tudatosság. De azon te meglepődtél, hogy például most a vírus kapcsán, hogy mennyire elképesztően sok nem valódi hír, vagy információ kering, és lesz gyakorlatilag valamiféle... Elfogadott tény, mindenféle alap nélkül. És amit még én észrevettem, és nagyon érdekel a véleményed róla, hogy, hogy azok, akik ezeket a híreket terjesztik, előszeretettel mondják azt, hogy a doktor véleménye is csak egy vélemény. Igen. Én nem lepődtem meg egyébként, hiszen évek óta ezt látom, csak nem volt ennyire felszínen, ugye? Tehát évek óta ezt látom például a homeopátia kapcsán, a borostyánnyaklánc kapcsán, mind a kettő gyakorlatilag egy átverés kategória, de ugyanezt látom a védőoltások kapcsán, hogy a HPV védőoltás hogy okoz meddőséget, hogy lesz tőle autista valaki, amik tényszerűen nem igazak, most a világjárvány miatt nyilván ez egy sokkal élesebb helyzet, sokkal több embert érint, és ezért sokkal többen foglalkoznak ezekkel. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy mondjuk mi ártott a legtöbbet a tudományos tényeknek. Tehát most például említetted, hogy a védőoltások autizmust okoznak-e. Ugye ez egy... Ez egy nagyon sokszor hangoztatott tévhit például, de hát a tévhitet átveszik igen magasan jegyzett döntéshozók adott esetben, tehát mondjuk a most leköszönt amerikai elnöknek is volt ilyen bejegyzése, pár évvel ezelőtt, hogy ő egyébként úgy gondolja, hogy a védőoltások okoznak autizmust, sőt, erről egy dokumentumfilm is készült, ahol emberek ezt megpróbálták bebizonyítani. Most nyilván, hogy ez mennyire felel meg a dokumentumfilm kritériumainak, ez egy beszélgetés, de mondjuk ez egy jelenség, hogy döntéshozók elkezdenek szajkózni dolgokat mindenféle alátámasztás nélkül. Egy másik jelenség a közösségi média aktívabb használata, ahol talán te is így fogalmaztál, hogy mióta van a közösségi média, azóta sokkal könnyebb hülyének lenni. Ez egy nagyon egyszerűsített változat annak, amit látunk, hogy sokan sok mindent beszélnek, és elbizonytalanodtak közben az emberek, hogy kihez kellene igazodni. Szerinted mi az, ami a legtöbbet ártott a tudománynak? Hát én azt gondolom, hogy mindkettő, sőt mind három, ugyanis egy harmadikat is ide vennék, amit gyakran látunk, hogy, hogy ugye azért, mert valaki Elvégez egy orvosi egyetemet, az nem jelenti azt, hogy, hogy a, log, a gondolkodása az logikus marad, meg koherens marad, és nem szippantja be az áltudomány, nem, nem őrül meg. És ugye ezt láthatunk, hogy a, a, a járványtagadók, vírustagadók előszeretettel emelnek ki egy-egy ilyen-olyan külföldi professzort, akinek tényleg, bocsánat, de legtöbbször tényleg arról van szó, hogy elment a józan eszük, és olyanokat hirdetnek, hogy az egész Covid egy teljes kamu, és mikrocsipelnek minket, és 5G-vel kiirtanak. Ez is káros, hiszen az átlag ember azt látja, hogy hát ő is orvos, ez is orvos, kinek higgyek, miközben az orvos társadalom, meg akik tényleg a, a tudományt képviselik, az a fejét fogja és a haját kikapja, hogy egy, egy kollégájuk hogy nyilatkozhat ekkora baromságokat. Ez is káros. Nyilván van az, hogy egy politikus mit mond, az azt gondolom, hogy valahol a politika a társadalom tükre is. Tehát a politikus is sokszor azt tükrözi, amilyen a társadalom. És hogyha a társadalomban vannak ilyen emberek, akkor ez ott is tükröződni fog. Ez egy nagyon káros, és azt gondolom, hogy a közösségi médiát, ha a három közül valamit ki kéne emelnem, akkor azt mondom, az a legkárosabb, hiszen a Facebook meg az egyik oldalak azért ígéretükkel ellentétben nagyon minimálisan lépnek fel az áltudományokkal szembe. Tehát például volt egy videó, amit talán meg is osztottam, ami egy millió magyarul feliratozott áltudományos videó, hogy az egész COVID egy kamú és kitanáció, több tízezer megosztásnál, több mint egy millió megtekintésnél járt, és ezt a Facebook nem szedte le. Tehát az ez a legnagyobb felelősség. Az is egy nagy kérdés, és hogy mennyire nem tud igazából a politikától független lenni senki, aki az egészségügyel foglalkozik. Hogy például van ez a vakcina háború, most már hónapok óta. Ki mivel hajlandó beoltatni magát? Jó, ki hova kerül a rangsorban? Esetleg ügyeskedéssel, telefonhívással előrébb tud-e kerülni ebben a rangsorban? De most nem erre akarok koncentrálni, hanem leginkább arra, hogy mennyi információnk van egyes vakcinákról. Nagyon egyenes kérdés. Te beoltatnád magad a kínai vakcinával? Ez azért nem egyenes, nem tudok egyenesen válaszolni, mert én már megkaptam a Pfizer. A válaszom az, hogy ha választhatnék, akkor nyilvánvalóan egy olyan országból választanék vakcinát, nyugati országból, ahol átláthatóbban működik tudomány jóval kisebb politikai nyomás alatt. Tehát nyilván van, azt választanám, ha nem lenne, akkor azt gondolom, hogy az a szerencsés, hogyha ennél a vakcinánál megvárjuk az EMA, tehát az Európai Gyógyszerügynökségnek a, a, a jóváhagyását, nem azért, mert most valamelyik politikai szárny éppen ezt hangoztatja, hanem azért, mert azért ott általában sokkal nagyobb a gyakorlat, és sokkal szigorúbb az egyéb, az egész procedúra, mint, mint, ahogy Magyarországon tudomásom szerint, de nyilván van, ha szorít az idő és súlyos a járványhelyzet, azért ez sem egy, egy veszélyes szer. Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk nem lenne EMA engedély, a közeljövőben sem várható, akkor beoltatnám magam. Én nem a mellékhatásoktól félek az oltás kapcsán, én leginkább attól félek, hogy mondjuk a kínai vakcina ez nem fog olyan hatékonysággal védeni. Tehát szerintem a védőoltásoknak ez az igazi tétje, hogy honnan választunk vakcinát, hogy mennyire fog védeni. Igazából nem, nem a mellékhatások, pedig ugye sokan ettől rettegnek. Tehát azért kivárnád, vagy, vagy minden esetre várnál? Na ezért is mondom, hogy érdekes, amit te is sokszor kritizálsz, azért, hogy ha egyenes és több információt kapnánk, statisztikákról, oltásokról, megbetegedési számokról, stb., akkor valószínűleg neked is könnyebb lenne válaszolni egy ilyen egyenes kérdésre. És te ezért nagyon sokszor ütöd az egészségügyi kormányzatot. Ez is egy nehéz kérdés. Hogyha megteszed, és természetesen igazat adok neked abban, amit leírsz, de nyilván a pártszimpátia nagyon sok embernek a véleményét elvakítja ebben a helyzetben, és azt mondják, hogy a doki politizál. Én azt gondolom, hogy orvosként ezt a kettőt meg kell próbálni külön választani. De tény, tény és való, hogy függetlenül attól, hogy bármelyik kormány van hatalmon, hogyha az egészségügyet bármilyen szinten kritizáljuk, a sokan egyből kormány kritikának veszik. De azt kell mondjam, hogy talán Hán, akkor jól csinálok valamit, hogyha egyik nap Fidesz-Bérenceznek, másik nap pedig kommunistáznak. Tehát akkor lehet, hogy nem velem van a gond, és az én úgymond elvakultságommal, hogyha egyik nap ez vagyok, másik nap az. Mert hát ez megtörténik, tehát hogy egyik nap ez vagy Persze. másik nap az? Persze, ez, ez rendszeresen vannak ilyenek a kommentek között. Ez nagyon érdekes, hogy milyen markánsan kiállsz, én gyerekgyógyászati problémák kérdéseiben, mint mondjuk például a lázcsillapítás, ugye ennek van egy egészen, vagy hát pár évre visszanyúló irányzata, hogy a lázat nem kell okvetlenül csillapítani, csak ha a gyerek rosszul van. Szerintem ezt gyakorló szülők már sokszor hallhatták az innovatívabb gyerekorvosoktól, és hát tőled is. Ugyanez, hogy a kálciumtabletta a darás csípésre vitatott hatékonyságú, vagy nem, nem, feltétlenül, vagy kimerjük jelenteni, hogy egyáltalán nem, ezt majd te most Amen. mindjárt megteszed, semennyire, oké. Okay. De hát mondjuk a hálapénz kérdése már egy nehezebb dolog. Most például, ami borzolja a most szülni készülő nők kedvéit az, hogy mi lesz az ő választott orvosaikkal, hogy ők választott orvosoknál szülhetnek, vagy nem választott orvosoknál, és te is kiálltál a mellett, a gondolat mellett, hogy ne lehessen választani orvost. Jól értem, ugye, az állásfoglalásodat? Hát egy kicsit kettős, hogy mondjam, gondolatai vannak ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszer rossz. Tehát ez bármelyik irányba változik, ez azt gondolom, hogy gyakorlatilag csak jobb lehet én azt gondolom, hogy egy jogos igény lehet a szülők részéről az, hogy ők választott orvos szeretnének, de akkor ez csak átlátható módon, számla ellenében, nyílt tarifákkal, vagy valami extra biztosítás keretén belül képzelhetném el. De pont fogok majd nálam egyébként tapasztaltabb és szélesebb látókörűje emberekkel, orvosokkal, jogászokkal beszélgetni. Épp én is igyekszem egy ilyen beszélgetést szervezni a következő hetekben. Csak hagyj, világítsak meg pár dolgot, hogy ez az orvosválasztás igazából egy borzasztóan káros dolog, és nem látják be az édesanyák, de valójában ezzel saját maguknak tesznek óriási kárt. Ugye, hagyj világítsak rá pár dologra. Egy, a betegbiztonság. Képzeljük el azt, hogy valaki vasárnap fog szülni, az ő orvosa pedig szombaton ügyelt 24 órán keresztül. Az az orvos, az lehet, hogy otthon van, éppen bedobott egy sört, meg amúgy eszméletlen fáradt, bemegy, akkor az a kérdés, hogy a szolgálja a beteg biztonságot, hogyha egy teljesen kimerült, fáradt orvos fog műteni. Tehát külföldön egyértelmű statisztikák igazolják, például egy ortopéd sebész ismerősöm, aki volt egy olyan időszak, hogy három műtétet csinált egy nap általában, majd egy ideig négyet. És a statisztikák, mert ha csinálunk, akkor kijönnek, azt mutat, hogy amikor négyet végzett, akkor drasztikusan megnőtt a szövődmények és a fertőzéseknek a száma. A negyediknél, a negyedik Hát igen, igen, vagy úgy összességében a pácienségnél abban az időszakra, mert egyszerűen fáradtabb volt, kimerültebb volt, nem tudott úgy koncentrálni. Tehát nyilvánvalóan ez nem, nem, nem jelenti a betegbiztonság növelését. Másrészt az az orvos, az miben lesz érdekelt? Abban, hogy leüljön, és 10-12 órát ott üljön, és várja a természetes szülést, vagy abban, hogy, hogy sokkal több szülésindítást legyen ez sokkal több császármetszés. Tehát ez is, ez is emellett szól, vagy ez vagy a választott szülés ellen szól. És akkor még két érvet engedj meg, hogy beszúrja. Csak annyit csak annyit mondok, hogy erre viszont vannak statisztikáink egyébként, hogy Igen. Magyarországon nagyon indokolatlanul kevesen születnek ünnepnapokon, hétvégéken, Igen. és magas ez az a. a, a... Az indított szülések aránya. Így van. És azt is látni kell, hogy ugyanakkor a választott orvos az, az sokszor egy nagyon szakmairatan döntéseket szül, hiszen a, a szülők, laikusként sajnos követelik a császármetszést. És ugye az indokratlan császármetszés az egyértelműen veszélyes a babára, és gyakorlatilag lássuk be, ez így történik, mondjuk én is tapasztaltam, hogy gyakorlatilag a szülőnő kérésére teljesen szakmaiatlanul, random időpontokban történik császármetszés, mert ő megfizette, és a választott orvos úgy kényszerből ö, megcsinálja ezeket, mert megkapjuk mondjuk a félhalott babát, hiszen nem volt felkészülve arra az a baba, hogy megszülessen. Tehát ilyenek is történnek, és, ez, ö, és a másik dolog, egy másik aspektusból közelítsük meg, miért nincs egyébként választott gyermekorvos, miért nincs választott újszülöttes nővér, Ugye ja, ez is egy érdekes kérdés, illetőleg azon is gondolkozzunk el, hogy nem abszurd, hogy vannak orvosok, akik kedvesek, akik, ö, ö, akiknél kisebb a császármetszési arány, akiknél nincs annyira gátmetszés. Hát, hogy fordulhat az elő 2021-ben, hogy ekkora különbség van orvosok között? Tehát az lenne a jó irány, hogy a protokollokat ö, megcsinálni, illetve többnyire vannak is, de azoknak a, a megtartását, kutya kötelesség, vagy betartását kutya kötelessége lenne minden orvosnak véghez vinni, és ellenőrizni az orvosokat. Amiről most szeretnék veled beszélni, az az a birodalom, amit kiépítettél. Elmondom, hogy mit, mit lát belőle a felhasználó. Tehát lát egyszer egy Facebook oldalt, ahol most már rengetegen vannak, 100 és 200 ezer között valahol, 150 valamennyi, ha jól emlékszem a legutolsó szám, lehet, hogy már magasabb. Van egy YouTube csatornád, ahol adott esetben például olyan idiotizmusról is filmet csinálsz, mint a harmadik szem a homlokunk közepén, ahol nem lehet lázat mérni. Te szerencsére találtál több szemet is a csuklódon, meg itt-ott, tehát neked sokkal több szemet. Végeztem kutatásokat, igen. Kutatásokat végeztél, felvéréseket, kutatásokat, és így negyedik és ötödik szemet is találtál. Akkor van egy honlapod, van egy VIP csoportod, ami fizetős, aki akar csatlakozhat, de limitált a létszám, tehát nem a végtelenségig bővíted, és természetesen van a magánrendelésed is. Ez egy nagyon komplex csomag, ezt már lehet, hogy úgy is nevezhetnénk, mint orvosi startup-er. Tehát, hogy te valami innovatív bizniszmen vagy, és ez onnan jutott eszembe, hogy most készítettél egy, mindegy, egy speciális gyerekekre jellemző beteg, fiúgyerekekre jellemző betegségre egy videót, és azt írtad oda, hogy aki esetleg nem akar a magánpraxisodba elmenni, az például vegye meg ezt a videót, és akkor abból is választ kap a kérdésére, és nem kell a, a, a időpontot kérni a te rendelésedre. Hogy ez nagyon érdekes, és sokan támadnak érte, és összefügg szerintem a hálapénz kérdésével, összefügg azzal a trendel, amit most látunk, hogy fizesse a jó tartalomért, és összefügg azzal az ősi dilemmával, hogy a gyógyítás az profitabil tud-e lenni. És azért téged ezzel sokan támadnak, hogy hát hogy lehetsz ilyen, hogy pénzt kérsz a tudásodért? Igen, igen. Nagyon jó kérdés. Amiben most belevágok, az valóban például a gyerekkori figyma szűkülete, de több egyéb témával kapcsolatban lesznek majd várhatóan ilyen ismeretterjesztő terjesztő videók. Ez a mostani például, amit gyakorlatilag sok-sok hónapja dolgozom, ez egy 90 perces videó. Nem szégyen azért, hogy én Hétvégén dolgozom és létrehozok valamit a szabad időnbe és befektetek érte, és, 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 és tanulok, és képzem magam, ezért nem szégyen pénzt kérni. De az egészségügyi ellátásért nem szégyen pénzt kérni, úgy, hogy utána adózok, és minden után számlát adok. És ez az egésznek a kulcsa. És az, hogy etikus-e pénzt kérni, én azt gondolom, hogy etikus pénzt kérni, ezek mellett én rengeteg egyéb ingyenes dolgokkal is igyekszem segíteni a pácienseknek, és azt, azt nem látják át, hogy a magánellátásban én nem kapok pénzt senkitől. Tehát nekem hivatástudatból nem tudom a hitelemet majd fizetni, meg, meg bármi egyéb dolgot. Hogy ugye az államiban az, az ember pénzét az államon keresztül kapja meg az adott orvos. Itt pedig direktben ugye kapja meg az embertől a pénzt az orvos, tehát mind a két rendszerben pénzt, pénzt kapnak, a pá, vagy pénzt kapnak a, az orvosok, de ez egy nagyon, nagyon sokaknak felháborító dolog, hogy úristen, ebből üzletet csinálni. Mekkora biznisz ez? Én nem panaszkodom, tehát hogyha konkrétan az a kérdés, hogy én meg tudok-e ebből élni, akkor azt tudom mondani, hogy meg tudok élni. De nagyon fontos, hogy sose éreztem úgy, és ezt a ö, hozzám jelentkező páciensek is azt gondolom, hogy így látják, hiszen egyébként a pénz visszafizetési garanciát is bevezettem. Az mit jelent, hogyha valaki... Az azt jelent, hogyha valaki elégedetlen bármilyen dolog miatt, akkor ír egy e-mailt, és a pénz 100%-át visszafizetem. Én nem tudom egyébként, hogy van-e Magyarországon egészségügyi szolgáltató, aki ilyet bevállalt volna, és néhány barátom lehülyézett, hogy úristen, te ezt megcsinálod, hát vissza fognak ezzel élni, meg nem fog működni, és igazából büszke vagyok arra, hogy amióta végzem a magjelentést, nulla ember élt ezzel a lehetőséggel. Én egyébként éltem ezzel a lehetőséggel magamtól, sokszor olyan esetben, amikor ott bejött, és pff, lövésem se volt az adott témához, és nem értettem, és akkor nyilván nem lett volna etikus elkérni pénzt, hogy megmondom, hogy igen, menjen ez az emberhez, de én nem tudok semmit ő tenni ezzel. És akkor nem fogadtál el pénzt gyakorlatilag? Hát kicsit bonyolultam, mert nálam csak előre fizetés van. Ez a másik álmom és szokatlan dolog, hogy előre ki kell fizetni. Ezt az Miért orvosi. csinálod egyébként? Miért előre? Azért kell? csinálom, mert egyrészt én a tudományjal szeretnék foglalkozni, nem számlatömböket szeretnék iratni, meg az asszisztenseimmel se ezt a munkát szeretném csinálni, inkább foglalkozzanak a gyerekekkel. A tisztasággal. Másrészt pedig én írtózom nem csak a hálapénztől, hanem hanem attól is, hogy egy, egy üzletet csináljunk bent a, a rendelőbe, is, és ott menjen a készpénzes forgalom. Egyszerűen sokkal jobb így az egésznek a hangulata. És akkor visszatér a kérdésre, tehát akinél én így éreztem, és ilyen azért sok esetben volt, én fizettem vissza, tehát utaltam vissza ezt a pénzt nyilvánvalóan az én magárendelésemen nem az állam adja az eszközöket, tehát nekem ezekből a bevételből kell mindent kigazdálkodnom, ezekből vettem nagyon drága műszereket, van egy műszerem, ami egy millió forintba kerül, de egyébként ami még nagyon érdekes dolog, és ezt tapasztalom, hogy ami ingyen van, azt az emberek, a páciensek nem becsülik annyira és ezt ezernyi alkalommal megtapasztaltam, amikor valamit ingyen adtam, vagy ugye ingyen rendeltem, vagy ingyen dolgoztam, úgymond a házi orvosi rendelésem, mert nem kellett, amikor édesanyámat helyettesítem, ott nem kell fizetni ugye a pácienseknek, mert ugye a TB-ből finanszírozzák, de ez egy érdekes megtapasztalás volt sajnos, hogy amikor van, miért fizetnek, akkor, akkor bizony ott sokkal jobban megbecsüljük, és sokkal jobb a páciensek együttműködése is. Azt hiszem, amit most megfogalmaztál, az bárki megfogalmazza, aki tartalmat, tudást, vagy ilyesmit próbál eladni. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni, amire kevesebben gondolnak, hogy az eszköz az látszik, a tudás az nem látszik, az nem egy megfogható dolog, és hogy például az orvosi szakkönyvek, vagy, a, vagy az új kutatásokhoz való hozzáférés, az, az drága dolog? ez változó. Van, ami ingyenesen elérhető. Nyilván. Van, amit ki lehet trükközni, például az angolok, akik nagyon jó irányelveket csinálnak, azok lekorlátozzák angol IP címre, és nem lehet hozzáférni Magyarországról, de ha az ember előfizet egy VPN szolgáltatásra, akkor meg tudja nézni. Szóval ez egy érdekes dolog, de vannak, amik bizony borzasztó drágák. Azt egy példát, hogy mi az, ami mondjuk borzasztó Az elmúlt időszakban ezt ki is a Facebook oldalamra, egy egy betegségről, az uszoda szemölcs kezeléséről vette meg egy elbúk részletet 25 ezer forintért. Igen, ez És ez nem lehet. azért sok, mert 25 ezer forint, hanem ez azért sok, mert ez a több tízezer betegségből, állapotból egy. Magyarul, hogyha beszoroznánk, hogyha én mindegyikből meg akarnék venni egy ilyet, akkor nem tudom hány 100 millió vagy milliárd forintra rúgna. Nyilván az ember nem veszi mindet meg, de hogy azért ezek elég magas árak, és azt gondolom, hogy ami ugye igazán nehéz, és, és ugye nem látják az emberek azt, hogy ugye ezt az ember mikor tanulja hétvégén, ugye? Vagy, vagy munkaidő után, tehát ez a nehéz az orvoslásban. Hát gondolom, mindent racionalizálsz, és az a betegség, ami többször előfordul a rendelődben, arról például veszel ilyen kiegészítő anyagot, feltétlenül úszod a szemölcs, az úgy belegondolok, hogy sok gyerek jár úszni, tehát hogy ez egy valószínűleg gyakrabban előforduló probléma, és akkor te is arra gyúrsz rá, ami gyakori. Így van. A magárendelést azért is szeretem, mert igazából megválogathatom, hogy kik jönnek, és én mihez értek. És ez nagyon fontos, hogy az ember lássa a korlátait. Nyilván van, nem vagyok minden tudó, és mindig előfordulhat, hogy tévedek, sőt volt olyan, hogy tévedtem páciensnél, rossz diagnózist adta, vagy nem vettem valamit észre. Mindig az a kérdés, hogy alázattal tudunk -e ebből tanulni, és megtenni mindent az, hogy ezek ne forduljon elő, és felismerjük azt, hogy igen, mondjuk egyéb dolgokhoz nem értek, akkor bele se kezdek. Mit látsz, hogy mi a jövő? Mert te megvalósítottál valamit, amit a magyar orvosok 99%-a nem valósított meg, mi meg elkezdtünk már arról beszélni, hogy például az orvos-beteg találkozók száma hogyan fog csökkenni, ha lesznek jó diagnoszta mesterséges intelligenciával működő gépek például. Hát, hogy mit hoz a jövő, én a pozitív példákra koncentrálok, hogy amikor elkezdtem mondjuk a Facebookon kommunikálni, akkor nagyon szokatlan volt, hogy egy orvos ezen a platformon jelen van, de most már egyre több orvos itt van, már egyre több kórház itt van, már a Youtube-on tartanak a gyermekmentők kollégáknak tudományos előadásokat, amit bárki láthat. Ezek És nagyobb... ne felejtsük el a pécsi virológusokat, akik pécsi ennek virológusok a vírusidőszaknak a legnagyobb nyertesei a Facebookon igen, például. Lehetne még sorolni a pozitív példákat, ez, ez, nagyon jó. Egyébként tudok olyan gyermekgyógyász kollégáról, aki egyébként házi gyermekorvos, de ugyanúgy bevezetett egy ilyen VIP előfizetési rendszert a pácienseinek, hogy egy extra szolgáltatást vállal, nagyon hamar válaszol, hétvégén is, stb. Szerintem ez is egy teljesen jó dolog. És hát az, hogy mit hoz a jövő, nem tudom, ebben ebbe nem vagyok jó-jós, mert például azt sem gondoltam volna, hogy a koronavírusból világjárvány lesz, úgyhogy az ember már óvatosan tippelget, hogy, hogy és mint lesz. Én azt gondolom, az, az lenne hogy nagyon fontos, hogyha itt a egészségügyi belül is felismernék, meg, a, meg a, a, a páciensek is, hogy a magán és az állami az nem egymással kell versenyezni, nem egymásnak az ellenségei. Én nem tudnék dolgozni, hogyha nincsenek házi gyermekorvosok. Én nem tudnék dolgozni, hogyha nincsenek kórházban, államiban orvosok. Tehát én is nagyon sokat köszönhetek annak, hogyha van probléma, akkor tovább tudom küldeni egy komolyabb vizsgálatra, vagy ha megakad a tudásom, akkor valakinek át tudom adni. Tehát itt, itt, itt együtt kell dolgoznunk, egy csapatmunka, tehát összetartásra van szükség. Ha a jövőt illetően kívánhatok valamit, akkor én azt gondolom, hogy ez minél magasabb szinten valósuljon meg. És te merre terjeszkedsz tovább a birodalmadban? Nem szeretem ezt a, ezt a, a birodalom, birodalom szót. Én igazából azt csinálom, hogy, hogy folyamatosan fejlődök és igyekszek többet tanulni, és minél több tévhitet megcáfolni. Lesz idén is még pár, csak nyilvánvalóan itt a koronavírus járvány miatt az ember óvatosan megy bele ilyen tévhitekbe, amit ugye sok orvos is magának, magáinak érezhet, olyan tekintve, hogy ő is ezeket a tévhiteket csinálja a mindennapi gyakorlatban, és ez egy kényes időszak, mert sokan kritikának vehetik itt világjárványban, miközben az orvosok azért a belüket kidolgozzák. Szóval itt a tévhitek megcáfolása egy kicsit várok, de sok ilyen várható még. Na csak egyet mondj, hogy miről fogsz beszélni. Például a felesleges garatmandula műtétek foltos hajhiány esetén, vagy a tűzös mandula gyulladás kérdése, ami gyakorlatilag nem létezik. A tűzös mandula gyulladás? Így van. Ez jó végszó. Hányszor mondtam pedig, hogy azért nem vagyok yeah. külébe, mert tűzös mandula gyulladásom van. Ennyit erről, ezt buktuk, ezt az érvel. Jó, hát kíváncsian várjuk, és nagyon szépen köszönöm, hogy rám értél egy órát és beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget.